Csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szabolcstein Imre, a Liszt Ferenc Zeneakadémia kommunikációs igazgatója, akitől azt is meg fogom kérdezni, hogy milyen egy ilyen szórakoztató iparnak, mint a Zeneakadémiának, a kommunikációs igazgatójának kora hajnalba kelni. És mint látják, stúdiónk vendége Szabolcstein Imre. Szia Imre, régóta szervusz. Ismerjük egymást, tegeződünk. Így van. Lehet, hogy jól választottál, hogy mégsem tévé elnök lettél, hanem a Zeneakadémiára kerültél? Ezeket a dolgokat, hogy te már ember nem tudja, hogy nagyon jól érzem magam ebben a pozícióban. Tehát ez... Mivel foglalkozol tulajdonképpen a Zeneakadémián? 2013-ban véget ért, ugye, volt egy 3 éves rekonstrukció, szerintem a tévénézői közül nagyon nagy százalékban nagyon sokkal rendszeresen jártak és járnak szerintem a Zeneakadémiára, ebben nem tévedek, ugye? Nem, biztos vagyok benne. Lehet, egy dátumra... zsidó közösségi televízióban hát vagy, igen. Ami első Európában és Magyarországon, igen. És feltételezhető, hogy minden nézőnk imádja a klasszikus zenét, meg mindenfajta zenét. Ezért lehet, hogy pontosabban tudja a dátum szerint, de arra mindannyian emlékszünk, hogy volt egy körülbelül 3 éves nagy pauza, egy szünet, volt egy nagyon komoly rekonstrukciós folyamat, ami nem csak azt jelentette, hogy technikailag szép körülbelül az 1907-es állapotra vissza lett hozva az épület, hanem kialakultak olyan terek, meg olyan funkciók, amitől ez egy koncertközpontként is elkezdett működni. És amikor a Batta András odahívott, ez gyakorlatilag 13 elején volt 7 hónapunk, ami nagyon-nagyon kevés, észlelve azt a helyzetet, hogy pillanatokra a nemzetközi verseny kellős közepébe kerülünk, mert hogyha egy ilyen patinás egyetem van, és ez hirtelen egy de facto koncertközponti működésbe kezd, akkor ott a koncertgebával és a többivel egy megmérettetésbe kerülne, és akkor ott kezdődött a mi funkciónk. Egy egyetemnek nem feltétlenül kell gyakorlatilag egy ilyen professzionális kommunikációs tevékenység. Megalkottuk az arculatát, és az első pillanatok kezdve azt gondoltam egyébként, hogy nagyon erősen nemzetközi vizekre kell evezni. Tehát ezt nagyon szerintem jól tettük. Szerintem is jól tettétek, de nagyon érdekes, hisz a Zeneakadémia, minthogyha egy befogadó játszótér is lett volna, ami azelőtt nem volt, ha jól tudom, az Operaház, az Operettszínházat látjátok vendégül, az Operaházból vannak nálatok előadások. Ez az új arculat? Ez azért így tendenciában nem, inkább... A Budapestvár is vendég szerepelt. Akkor inkább, jó, igaz is, és igaz, tehát az alapállítás igaz, más szempontból akkor hadd finomítsam. Az, hogy önálló koncertközpontként működik gyakorlatilag a Liszt Ferenc téri zenepalota, az alapvetően azt jelenti, hogy saját műsor politikánk van, évi több mint 500 koncerttel, meg még néhány száz nagyon komoly egyetemi koncerttel, amit nyilvánvalóan nem feltétlenül a nagy közönségnek szánunk, tehát hatalmas munka folyik. Ez beleértve a kis termet és a nagy termet, ugye, egy másik ugye, termet. A rekonstrukció, ugye két termünk van lényegében, és van igen, de alapvetően ez a két koncertterem, tehát a Grand Hall, ahogy angolul ezt a nagy terem. Olyan jól hangzik. Grand, és hát a Solti, tehát ugye az nagyon, ne felejtsük el, hogy 13-ban volt egy nagyon fontos aktus, hogy közös döntés alapján a Sir George Soltiról neveztük el a kis termet, mindig egy ilyen egy nagyon jó döntés volt minden szempontból, úgy gondolom. Még egy pillanat, tehát, hogy nem befogadó helyként működünk, tehát a koncertek nagyon részét mi találjuk ki, mi hívjuk a nagy nemzetközi merítésből ugye oda a vendégeket, és egyébként befogadunk is, tehát a kettő együtt van egymással. Én általában... két hónapja egy kamaraoperát láttam nálatok, amit az Operettszínház. Igen, tehát nyilvánvalóan vannak ilyen együttműködések, de hát egyébként a legnagyobb budapesti, vagy egyáltalán Magyarország, vagy nemzetközi zenekarok például turnéra érkeznek, az is egy befogadott koncert, a BFZ volt éppen 3 napja ott, tehát egy pezsgő élet folyik, ugyanakkor koncert élet folyik, a másik szempontból viszont nagyon határozott kontúrműsor politikánk van. Tehát... Ugyanakkor nagyon tetszett nekem, tavaly volt azt hiszem, egy akadémiai koncert, ahol az Izraeli Zeneakadémia és a Liszt Ferenc Zeneakadémia diákjai együtt adtak egy szenzációt. Ez több éve tartó, nagyon szoros együttműködés, azért is tudom egy picit az átlagosnál jobban részleteit, mert az én divízióm is elég intenzíven beszállt ennek a szervezésébe, nem csak a sajtó részéről, nagyon szép kiadványt készítettünk, tehát nagyon komolyan vettük a dolgot.
És én úgy tudom, hogy ez egy folytatódó, lassan most már akkor mondjuk úgy, hogy hagyomány. Tehát egyszer Jeruzsálemi Akadémia jön ide, másszor mi megyünk oda, és nagyon megadjuk a módját egyébként. Abszolút teltházas közönség előtt, azt hozzáteszem, tehát ezt nem volt nehéz, hogy úgy mondjam, ezt a akkor koncertet promotálni. Én itt nézem a sok-sok papírjaim Puskám között, akkor térjünk át a Bartókra. Bartók. Mi is lesz? Hát meghirdettük a Bartók világversenys fesztivált. Ilyen grandiózusan hangozhat, hogy világverseny, de ha belegondolunk abba, hogy... Ez mit jelent? Hát ez azt jelenti, hogy szeretünk volna egy olyan zenei versenyt létrehozni. 1933-ban volt szerintem utoljára, amikor a alapvetően Doknányi és szűkebb köre kitalálta a Liszt Ferenc zongora versenyt, ahol ugye Fischer Anni nyert. Akkor indult a később nagyon fényes, már akkor is fényes pályája. Az a verseny a 30-es években a reneszánszát élt, tehát tulajdonképpen a nagy zenei versenyek a kialakulása korát éljük. Gyakorlatilag frissében a nulláról fölfejleszteni egy versenyt úgy, hogy a 5-6 vezető világverseny között legyen, az egy nagyon nehéz feladat. Azt gondolom, van egy nagyon komoly restanciánk Bartókkal kapcsolatban, elég csak arra utalnom, hogy amikor gyűjtöttük az anyagokat, egy releváns mozgóképi dolgot találtunk Bartók Bélháról, tehát hogy azzal szembesültünk, hogy az ő saját kora, mondjuk, hogy a 30-as évek, hogyan kezelte Bartók Bélát, ez a nyilvánvaló, most képzeld el azt, hogy gyakorlatilag Bartók Béláról egy mozgóképes felvétel van, azt is New Yorkba készítették egyébként Shirley barátja, többenet. Na, szóval, hogy ugyanakkor Bartók univerzális, elképesztően érvényes, nem a 20. század zenéje, hanem szerintem még mindig leigázó erővel bír egyébként, a szó legjobb értelemben modern, tehát nem mint egy izmus, hanem modern, borzasztó erős. Tehát körépítünk egy olyan versenyt, olyan zsűritagokkal, olyan látszattal, olyan arculattal, olyan filmmel, olyan körítéssel, ami méltó Bartókhoz, bár szellemes és kicsit provokatív, bevallom őszintén, mert 2016-ban nagyon fontos feladat szerintem, hogy a fiatalokat, tehát aki generációs okokból a szülei nem vitték el, mondjuk itt a 30-as, 20-as generációról beszélek, de talán 40-esről is nem, jártak rendszeresen koncertre, rettegnek belépni egy ilyen komoly koncertépületbe, mindegy, hogy Brahms vagy Bartók van terítéken, azt mondja, hogy nem tudok eleget erről, föl kell öltöznöm, nem így van, borzasztóan erős azonnali katar. Adták vagy embereket. Jó, de az eljutott, átment a rostán, azon a szellemi rostán, hogy eldöntötte, nem félek a klasszikus zenétől, nem kell rá. Ez egy kik azonnali... Kik a jelentkezők? Kik lesznek? Na, hát a 30 éves korig lehet, ez egy nagyon szigorú és komoly verseny lesz. Mint mondtam, abban a mezőnyben akarjuk bele, mint az ARD Competition, vagy a Csajkovszki Competition, vagy az Operália. Tehát a legnagyobb... Nagyokat gondolni. Egy nemzetközi kampányt csinálunk, nagyon kevés pénzből, New York Times-ba most jelentünk meg, Spiegelben jelenünk meg. És most megjelent a Heti TV-ben, határon túl is, Amerika, Közel-Kelet, Távol-Kelet, mindenhol. Világ tudni fog róla, tehát olyan véleményformáló médiumokban is, hogy ezek jóval túlmutatnak a klasszikus zenei médiumokon, tehát túl teljesítettük a feladatunkat, de tényleg azért... Olyannyira, hogy az ismétlésbe a klipet is be fogjuk tenni délután. Jó. Így van. Jó. Mert reggel az hirdetésnek számít, délután az ismétlésben már nem számít. Nem hirdetés, ez nem hirdetés. Magyarországon nincsen kampánya ennek, tehát nyugodtan be lehet rakni. Egyébként ez egy image film. Mint egy majdnem TV elnök mondott, de a média hatóság nagyon odafigyel. Igen. Van még pontosan időnk, 3 tőmondatra. Igen. Ő a kamerád, győzd meg azokat, akik szerinted nem mernek belépni, hogy és miért merjenek belépni, és ez akár lehet nem csak egy image, hanem egy felhívás is arra, hogy álljanak sorba, akkor is, ha nincsen jegy. Klasszikus zenénél nincsen közvetlenebb és egyértelműbb hatóerő és nyelv. Nem kell hozzá különös tárgyi tudás vagy történeti felkészülés. Szerintem könnyebben elérhető, nagyobb katarzist tud nyújtani, mint bármilyen ennél könnyebb műfaj. Univerzális nyelv, azt gondolom, hogy össze is köt minket, úgyhogy nagy hülyeség, hogyha nem járnak koncertre. Nagyon köszönöm. Az elmúlt percekben Szabó Stein Imre, a Liszt Ferenc Zeneakadémia kommunikációs igazgatója, egy igazi tévészemélyiség, egy műfordító volt stúdiónk vendége, még sokszor visszahívjuk őt. Tehát készüljenek, hogy kora reggel, ami elég nehéz fölkelni, vendégünk lesz. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.